egyszer egy szegény ember és annak a felesége. Szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Egyszer az asszony előbb ért haza a mezőről, mint az ura. Azon tanakodott, hogy mit főzzön vacsorára. Végül egy kis leveshez tett fel vizet. És azon tanakodott, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja meglepni az urát egy finom vacsorával. Ahogy így tanakodik, eléje száll egy tündér, és azt mondja neki: na nem bánom, legyen három kívánságod, majd meglátjuk, hogy lesz-e szed magadhoz. És ahogy jött, úgy el is tűnt. Az asszony hitt is, meg nem is, de már az első kívánsága megvolt a fejében. Egy szál kolbászt kívánt. És lássatok csodát, a kéményből egy szál kolbász ereszkedett le a fazékba. Nem sokára az ember is hazaért, elmesélte az asszony, hogy mi történt. És azon tanakodtak, hogy mi legyen még a két kívánság. Az ember tínót, malacot, lovat akart, de az asszony mást. Nem tudtak megegyezni. Az ember mérgében rá akart gyújtani, de olyan ügyetlen volt, hogy felborította a szál kolbászt. Az asszony megijedt. Inkább nőtt volna az orrodra, mint hogy a tűzbe dobd a szál kolbászt. És lássatok csodát, már ott is termett az ember orrán a szál kolbászt. Asszony megpróbálta leszakítani, de nem tudta. Majd levágjuk, mondta az asszony. Nem engedem, feleselte az ember. Inkább kívánjuk vissza a szál kolbászt a fazékba. De hát mi lesz a tínómmal, a malaccal és a lóval? De hát én nem járhatok. Végül az lett a harmadik kívánság, hogy a szál kolbászt menjen vissza a fazékba. Végre elkezdték a vacsorát, de nem ízlett nekik a jó falat, még mindig azon zsörtölöttek, hogy ki volt az oka, hogy még mindig szegények maradtak.